Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Stúdió KB március 18-ai adását látják, melyben elsőként a pumpapálya ünnepélyes átadásáról tudósítunk, majd a jövő hétfőn induló lomtalanításra hívjuk fel a figyelmet. Lakossági fórumot tartott Soltész Miklós egyházi és kisebbségi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő meghívására érkezett Zircre. Adásunkat az 1848-49-es polgári forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepségen készített felvételünkkel zárjuk. Jó szórakozást kívánunk! Példaértékű összefogás eredménye az Zirci pumpapálya. Nagy népszerűségnek örvend az Zirci pumpapálya, melyet ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadtak. Az új létesítmény egy sok szereplős, példaértékű közösségi összefogás eredménye. Otto Péter polgármester szólt elsőként az egybegyűltekhez. Örömét fejezte ki, hogy elkészült ez a nagyszerű létesítmény, és hogy ilyen sokan eljöttek az átadó eseményre. A támogatók, akik nélkül nem jött volna létre a pálya, és a gyerekek, akik azóta is folyamatosan használják azt. Az aktív sportoláshoz jó erőt, egészséget, kitartást kívánt mindenkinek városunk vezetője. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, az a feladatuk és a céljuk, hogy megteremtsék az aktív életmód feltételeit. Fontos, hogy ösztönözzük a felnőtteket, gyerekeket a mozgásra. Ez utóbbi korosztály kapcsán azt is hozzátette, hogy a mai világban a mobiltelefonokkal szemben kell versenyképes élményeket kínálni a fiataloknak. Programok sokaságát indították el. Az egyik legsikeresebb a Bringa Park programjuk, melynek keretében 2 év alatt már több mint 100 pálya megépüléséhez nyújtottak támogatást. Bizalmát fejezte ki, hogy ez a pumpapálya hozzájárulhat az zirciek aktív életmódjához. Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője, a példaértékű civil összefogást hangsúlyozta az új létesítmény kapcsán. Mintegy 300 aláírás gyűlt össze a városban, hogy épüljön egy ilyen pálya, melyhez a helyszínt az önkormányzat biztosította, felvállalva a tervezetés költségeit is. A kormánybiztos 50%-os támogatásán felül a beruházás költségének másik felét a civilek biztosították, munkával, géppel, egyéb adományokkal. Az egyik fő mozgató Kovács Krisztián volt, aki elismerő oklevelet is átvehetett a várostól. Tóth András, a szakmai koordinálási feladatokat ellátó Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség projektvezetője kiemelte, nagy vállalás volt az Acérvakon Kerékpáros Sportegyesület részéről, hogy összetudták gyűjteni a szükséges önrészt. Modern játszótérnek nevezte a létesítményt, amely ugyanakkor nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is kikapcsolódást nyújthat. Sok-sok örömteli bringázott órát kívánt az zircieknek. Orosz Péter, az Acélvakon Kerékpáros Sportegyesület elnöke, köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki támogatta az zirci pumpapálya megépülését. Elmondta, amikor a civilek megkeresték az egyesületet ezzel az igénnyel, összehívtak egy taggyűlést és döntöttek, hogy felkarolják az ügyet. Már csak az esőt várják, hogy kivirágozzon a létesítmény környezete, és bizalmát fejezte ki, hogy még nagyobb számban használják majd a gyerekek a pályát. Parti András, 4-szeres olimpikon kerékpárversenyző, már több kört lerótt a pályán az átadó előtt, és tetszését nyilvánította ki az zirci pumpapálya kapcsán. Hozzátette, hogy a közösségépítést is jól szolgálja a létesítmény, majd újra nyerekbe pattant a fiatalokkal együtt. A pumpapálya beruházás összértéke 22 millió forint volt, melynek felét a 2021 évi országos Bringa Park program keretében elnyert támogatásból sikerült fedezni, a fennmaradó részt pedig egy példaértékű zirci összefogást teremtette elő, melyből vállalkozók, magánszemélyek is kivették a részüket különböző formában. A pálya a Trail Art Park Kft. Kivitelezésében készült el.
A nyomvonalat aszfaltbulkolattal látták el, és figyeltek arra, hogy minden irányból nagyon sok kombinációval lehessen használni a létesítményt. Ezt követően megtörténtek a tereprendezési munkálatok, majd adományokból esőbeállók, pihenőpadok, világítás is létesült a pálya körül. Lomtalanítás kezdődik március 21-én, a háztartásokban normál mennyiségben keletkező hulladékot kérjük a hétvégén helyezzék ki az ingatlan elé. A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Nem szállítja el az elektronikai, kerti, szelektív és veszélyes hulladékot, továbbá az építési törmeléket, gumiabroncsot, bontásból származó autóalkatrészt, ruhaneműt, a kommunális hulladékot és a zsákban vagy dobozban elhelyezett bármilyen hulladékot. Lakossági fórumot tartott Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő meghívására érkezett Zircre. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára látogatott a mai napon Zircre. Megragadjuk a lehetőséget, hogy államtitkári szakterületének feladatairól néhány kérdést tegyünk föl. Hogy alakultak a kormány és az egyházak kapcsolatai, és milyen terveik vannak a következő ciklusra, hogyha megválasztják ugyanezt a kormányt? Itt vagyunk Zircen, és hogyha valaki látja ezt a csodálatos régi apátságot, és annak a megújulását is láthatta, akkor ez is tanulja le annak a hatalmas nagy munkának, amelyet az elmúlt 10-12 évben egyházainkkal közösen elvégeztünk. Rengeteg elmaradt felújítás volt, rengeteg olyan épületünk, amelyek évtizedekig, évszázadokig is sokszor elhanyagoltak voltak, és ezeknek a felújítása, nem mondom, hogy mindenhol szerte Kárpát-medencében, de nagyon sok helyen megtörtént. Nagy többségében a nagyoké megtörtént. Megmentettünk műemléképületeket, megmentettünk szakrális épületeket, és ami legalább ilyen fontos, újakat is építettünk. 200 templom épült szerte a Kárpát-medencében, és több mint 3000 egyházi épületünk, templomunk és közösségi, vagy bocsánat, templomunk és imaházunk, zsinagógánk újult meg, illetve tavaly egy újabb program keretében, a Magyar Templom Felújítási Program keretében több mint 1800 templomnak a megújítása folytatódott, vagy pedig kezdődött el. És ezek kiterjednek egész Kárpát-medencére, mely a hitet erősíti, mely erősíti a közösséget, és mely erősíti a magyarságot is. Azokban is adott esetben, akik nem hívők, akik nem gyakorló keresztények, vagy pedig más felekezethez tartozók, de mégis fontosnak tartják azt, hogy az egyházok értéket közvetítenek. Zircen és a térségben elsősorban német nemzetiségi lakosok élnek, német nemzetiségi önkormányzatok működnek és ápolják a hagyományokat. A kormány és a nemzetiségek, nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata milyen formában működik, milyen támogatási és együttműködési formák vannak jelenleg? Ami nekem nagy örömet jelent, főleg az utóbbi jó néhány évben, 3-4-5 évben, hogy nem csak a nemzetiségekkel való kapcsolat alakult nagyszerűen, nem csak iskolákat vettek át, és azokat meg tudtuk újítani, közösségi helyiségeik újulnak, meg önkormányzataik erősödtek, hatszorosára növekedett 11 év alatt a nemzetiségek támogatása, ez mindent elárul. De ami talán ebből fakad, hogy mint Magyarországon a nemzetiségek merik vállalni a közösséget, merik vállalni akár a német nemzetiséget, a szlovák, a szerb, a horvát, vagy bármilyen más nemzetiséghez tartozást, de ez egyben főleg a szomszédos országokra is pozitívan hat ki. Tehát olyan évtizedes, vagy sokszor évszázados ellentéteket tudtunk kibékíteni az elmúlt
10 év alatt, mint mondjuk a magyar-szerb kapcsolat, vagy megerősíteni mondjuk a magyar-horvát vagy magyar-szlovén, vagy pedig elindultunk a megbékülés útján a magyar-román kapcsolatban, és a magyar-szlovák kapcsolatok is nagyon jól alakulnak. Ezek mind-mind köszönhetőek annak, hogy a magyarországi nemzetiségekkel az együttműködés nagyszerűvé vált az elmúlt 10-12 év alatt. És ez hozzájárul ahhoz is egyébként, hogy a Kárpát-medencében élő magyarságnak az életét is szolgálja mindez ez a jó irányba való elmozdulás, hiszen ahol jó nekünk a nemzeti kapcsolatunk más népekkel, ott a magyaroknak is jó. És ez visszaad mind a két országon belüli nemzetiségekre, szerintem ez példát ad. És pont amikor most bekerültünk egy ilyen szörnyű időszakban, amikor a szomszédságunkban testvérháború dúl, és pusztítás dúl, akkor szerintem ezek a kapcsolatok még inkább felerősödnek és felértékelődnek. Igen, hát február 24-e óta zajlik az orosz-ukrán háború, mindenki óriási megdöbbenéssel fogadta, és hatalmas segítő erők mozdultak a határ melletti településekre érkező menekültek segítésére. A Zircről is nagyon sokan segítenek adománygyűjtéssel, személyes határmenti közreműködéssel, az adományok szállításával. Az önkormányzat a kárpátaljai Dercen testvértelepülésünk segítésére egy külön számlát is nyitott. Tehát példaértékű, ha lehet ilyen kifejezést használni háborús helyzet esetére, az az együttműködés, ami önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, magánemberek részéről a segítésre irányul. Nézzük a közvetítéseket, a képeket, és hallgatjuk a beszámolókat a határmenti településekre érkezők, meg a Budapestre vonatokkal érkezők körül. Mindenki erőn felül teszi a dolgát, de minthogyha egy koordináló erő hiányozna. A kormány milyen lépéseket tett, és milyen közvetlen intézkedéseket, segítő intézkedéseket hoz, vagy hozott, hogy a most már több mint 400 ezer menekült, és köztük rengeteg gyerek megfelelő ellátásáról lehessen gondoskodni? Hát talán pont ez a szám mutatja azt, hogy van koordináló erő. Ezt az egyet hagyvitassam a gondolatmenetében, mert elképesztő koordinációs együttműködés történik. Tehát, és ennek volt előzménye is. Előzménye az volt, hogy a karitatív szervezeteknek mind infrastruktúrális lehetőségeit, mind olyan lehetőségeit, mint mondjuk a 1357-es adományvonal, vagy pedig a 117-117-11 és utána 8x2-es adomány számát megerősítettük, illetve bevezettük az elmúlt évek során. Csarnokokat építettünk, amelyekben most fel tudják halmozni azokat a felajánlásokat, amelyek hatalmas nagy számban érkeznek, és utána pedig hát maga az, hogy a terepen, határ mentén az öt településen, melyek határosak Ukrajnával, olyan segítségpontok alakultak ki, ez mind-mind a koordinációnak az eredménye, és az együttműködésnek az eredménye. Meg hát az is, hogy a különböző helyszíneken ott van az orvosi segítség, ott van az alvás lehetőség, a buszok, az ingyenes vonat és ott minden más. Tehát olyan mértékű összefogás indult el önkormányzatok, leginkább elsősorban a határmenti, és később pedig most már Magyarország szinte összes önkormányzata révén a kormány és a karitatív szervezetek között, amelyre valóban nem volt példa. Mindenkit megdöbbent ez a háború. Nyilván a legidősebb korosztály sajnos megélt 56 előtti szörnyű időszakokat, megélte talán még a második világháborút is, és ők tudják, mi a pusztítás. A közép korosztály megélte a délszláv háborút, tudjuk, hogy mit jelent az. És most a fiatalság, akik eddig sajnos vagy szerencsére, tehát nem tudom eldönteni, a számítógépeken meg a filmeken keresztül gondolta azt, hogy ezek a háborús események, ezek csak egy játékkal azonosak. Ez föltámad a főhős, aztán megyünk tovább. Ezzel szembesültek. Most látják azt, hogy mit jelent ez a véres pusztítás. És
hogyha a háborúnak vannak, és a leginkább szörnyű pillanatai vannak és részei, de vannak felemelő részei is, az az összefogás, ami Magyarországon is történik, az a fiataloknak is sokszor a bekapcsolódása a segítségnyújtásba, és talán az is egy, hogy mondjam, csúnya szóval eredménye lehet, vagy inkább következménye, hogy azért megértik, hogy a békesség mennyire fontos. És mennyire fontos a közösségben ápolni és erősíteni családban, nemzetben és nemzet és nemzet között. És amikor én azt mondtam, hogy mennyire fontos a nemzetiségekkel való jó együttműködés, szomszéd nemzetekkel való megbékélés és együttműködés, akkor pontosan azt a békességet erősítjük, amire oly nagy szükség van, és oly nagy szükség lenne két testvérnép között, mint az orosz és az ukrán között, hogy meglegyen. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úr jól ismeri Zircet és a térség településeit, sokszor jár nálunk, részt vesz gyakorlatilag a Zirc járás életében. A következő ciklusban milyen tervekkel, feladatokkal vállalja, vagy vállalná megválasztása esetén a térségünk képviseletét? Először is köszönöm szépen a környező településeknek, meg Zirc városának a mindenkori meghívást. Szívesen jövök, mert egy nagyon szép vidék, és kedves emberek laknak itt, és ráadásul szorgalmasak, mert mindig építeni szeretnének. Minden polgármesternek vannak elképzelése saját településüket illetően. Itt Zircen például az intézményfelújítást szorgalmazza a polgármester úr. Ugye a 82-es útnak az elkerülő út kiépítése Olaszfalutól Kardosrétig, annak a tervprogramja elindult, ami aztán beleillik majd a teljes 82-es rekonstrukcióba. Ez nyilván felveti a városnak azt a kérdését is, hogy itt, ahol az apátságban vagyunk, hogy ezzel a nagy területtel, térrel a városba bezúduló forgalom, ha kijebb kerül, akkor majd ezzel kezdeni kell valamit a jövőt illetően. Én azt gondolom, hogy folytatni kell azokat a kulturális rendezvényeket is mindenhol a falvakba is, és így Zircen, amit megszoktak az emberek és szeretnek, és ezeket mind-mind ki lehet bővíteni. Természetesen mindig a legfontosabb a hidak és az utak, amik összekötnek bennünket. Ugye gyakorlatilag most már Pápától Zircig a 45 kilométerből, ha most Pénzes Győrnél elkészül az újabb 5,5 kilométer, akkor 90%-ban megújult az út, ha elkészül az elkerülő. A déli város részen épül a csatorna, illetve a csapadékvizelvezetés és az új utak itt Zircen. És ezeket mind-mind folytatni szeretnénk, tehát ehhez kell a bizalom, hogy értékeljék az eddigi munkát, és hát belénk helyezzék azt a bizalmat, amivel ezt tudjuk majd folytatni. Sok feladatról beszélt képviselő úr, és abból kifolyólag is, hogy jól ismeri Zircet és a térséget, miben látja a kisjárásunknak a fejlődési irányait, a jövőjét, milyennek látja? Én azt gondolom, hogy amiről már beszéltem, hogy fontos a közlekedési hálózat rendbetétele, és azt gondolom, hogy fontos az ipari fejlesztés is, hiszen a helyben történő munkavállalás az mindig vonza a helyi embereket, és azt gondolom, hogy ennek az alapját az oktatás teremti meg. Tehát a szakképzés, illetve azok a jó zirci oktatási intézmények, amire lehet alapozni a jövő szempontjából. Az 1848-49-es polgári forradalomra és szabadságharcra emlékezett városunk, ahol a koszorúzás után Nagy Tamás Imre önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet. A Nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely címmel adott műsort Hatás Andrea előadó művész és tanítványai Takács Bogi és Kozma Regina, majd a középiskolai tanulmányi ösztöndíjak ünnepélyes átadásával zárult a megemlékezés. Tavasz van végre! S a világ újra élet, egykor a hősök szíve lángra gyúlt. Drága hazám, újjászületett néped, nem lehet bilincs többé a gyáva múlt. Petőfi lelke életre kelt egy álmot, elképzelt büszke, szabad magyar hazát. A nép szíve egy új ütemre váltott, s együtt dobogva bíztatta önmagát. Aranyosi Ervin
március 15-ére című versének részletével nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Zirc városa és térségének mai 1848-49 történelmi eseményeitől ragyogó ünnepén. Hagyományosan gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos mellszobrainak és emléktáblájának koszorúzásával kezdődött a városi megemlékezés. Történelmi nagyjaink március 15-et éri emlékhelyén Zirc városi önkormányzat nevében dr. Kovács Zoltán térségünk országgyűlési képviselője, Otto Péter polgármester úr, Helebrand Ferenc alpolgármester úr és Hédli Evelin önkormányzati képviselőasszony. A Veszprém megyei kormányhivatal nevében Kropf Miklós, az Zirci járási hivatal vezetője és dr. Kövér Attila osztályvezető. Zirc város díszpolgárai nevében Szűcs István Miklós. A zirci rendőrőrs nevében Róka Attila, rendőr alezredes őrsparancsnok, és a zirci önkormányzati tűzoltóság nevében ifjabb Seldhoffer parancsnok, Seldhoffer Ferenc parancsnok. A zirci római katolikus egyházközség és a ciszterci apátság nevében Cécs Z. Dániel óciszt atya. A zirci református egyházközség nevében Nagy Tamás gondnok és dr. Buda Imre. A zirci evangélikus egyházközség nevében Galgán István és Bors Károlyné. A zirci országzászló alapítvány és a zirci Széchenyi kör nevében Bitman Károly és Máj János. A Fidesz-KDNP zirci szervezete nevében Detre Miklós és Baranyai József helyezték el az emlékezés koszorúit. Most tisztelettel felkérem Nagy Tamás önkormányzati képviselő urat, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt ünneplők! Ismét eljött az a márciusi nap, amely minden magyar szívét felemeli. Az országban minden településen, a szomszédos országok magyar lakta területein, Európában is sokfelé, meg szerte a nagyvilágon, ahol magyarok laknak, március idusán a szívek megmelegszenek, és közelebb érezzük magunkat egymáshoz. Azért van ez így, mert ez az a nap, amikor a polgári Magyarország és a magyarság mint nemzet születését számítjuk. Ez vitathatatlan, ezt nem lehet félremagyarázni. Ez egy olyan kincs, amit ilyen vagy olyan oldalról nem lehet másképpen látni. Európában ekkor forradalmak sokasága zajlott. Nevezzük ezért ezt az időszakot, ezt a történelmi időszakot népek tavaszának is. Franciaországtól indulva Itálián át a német városokig, aztán Bécs és Pest. Népek, amelyek sok esetben még nem nevezhetők igazából nemzetnek, feszegették és repezgették a feudális önkény elnyomó rendszerének kérgét. Hatalmas felindulás mindenütt, eredmények is, polgári eredmények, aztán viszonylag gyors összeomlás és restauráció, kivéve Magyarországot, ahol a márciusi ifjak kiállását követő nemzeti összefogás és élet-halál-szabadságharc még másfél évig tartott. Bár a szabadságharcot idegen segítséggel a feudális hatalom túlereje leverte, de nem tudták igazából visszaállítani a régi rendet. A reformkor eredményeinek némelyike megmaradt. Egy kegyetlen, nemzetközi felháborodást kiváltó megtorlás és az azt követő erőszakos asszimilációs kísérlet, amely a nemzet passzív ellenállásának felszín alatti sziklájén kapott léket és megfeneklett, a kiegyezéshez vezetett, odamutatott. Viszont utána Magyarország soha nem látott fejlődésnek indult. Egy lengyel hadvezér, akinek a mondását nem régen hallottam, és ez most fogom mondani önöknek is, ez így hangzik. Egy küzdelemben alul maradni, de nem behódolni, ez felér egy győzelemmel. És ugye ismerjük a történelmünket, jó párszor volt ilyen alkalom. Mi kellett ehhez?
egyes mifelénk nem túl népszerű szerzőpáros tollából származik az a tan, mely szerint a történelmet a nagy társadalmi mozgások, amelyek forradalmakban csúcsosodnak ki, határozzák meg és irányítják. Bár én szerintem a történelmet akár egyes emberek vagy kis csoportok is alakíthatják, akik felismerik és értelmezni tudják a körülöttük zajló eseményeket. Pontosan olyanok, mint a márciusi ifjak, akik megkérdőjelezhetetlen és máig érvényes értékek, mint a szabadság és a szuverenitás eszméi mellett álltak ki, és ezt az eszmét a legdrágább, az életük árán is képesek voltak védelmezni. Mi kellett még ehhez? Kellett még ehhez egy nép, ami magyar népünk, aki felismerte önmagában a nemzetet, és odaállt ezek mögé, az ifjak mögé, az ifjak forradalmat generáló mozgalma mögé. Miért? Tegyük fel a kérdést. Miért volt ez így lehetséges? Én úgy vélem, hogy van ebben valami sorsszerű, valami nagyon felemelő, valami vitathatatlan felismerés az örökérvényű isteni értékrend mellett. Szabadság, egyenlőség, függetlenség, önrendelkezés. A magyar történelem szabadságharcok láncolata. Mert volt még ezután is elnyomó önkény és forradalom, amely aztán néhány évtized múlva rendszerváltozáshoz vezetett. És kellett hozzá akkor is a magyar ifjúság szabadság utáni vágya, ami az elnyomás gigászi túlerejével szemben is felvette a harcot. Minden nagy történelmi változás, minden a megszokottól való hirtelen elmozdulás olyan, mint egy ilyen tektonikai mozgás, amikor a magma hirtelen a felszínre tör, és a láva új formákat alkot. Bennünk magyarokban megvan az a képesség, hogy nagy törésekkor egységet mutassunk. De kérdezem én, miért kell ehhez mindig valami nagy törésnek történnie? Ha mostanában szétnézek, inkább látom a széthúzást és az ellenségeskedést magyar és magyar között. Pedig nem kéne, hogy egymás ellenségei legyünk. És szándékosan nem az ellenfelet használtam itt. Tudomásul kell venni, hogy csak úgy lehet eredményeket elérni, és azokat megtartani, hogyha felismerjük a körülöttünk zajló eseményeket, és a jobbító szándék mögé állunk, és a megvalósításban is egységesek vagyunk. Ha valahol széthúzás van, ott megosztottság lesz, és eredménytelenség, és válság lesz. Most ismét történelmi időket élünk. A hosszú időn keresztül létező, a megszokott keretek elkezdtek hirtelen szétfeszülni. Most talán másképpen, mint régen, de lehet, hogy sokkal veszélyesebben. Talán most nem a heveskedés, a meggondolatlanság, hanem a józan megfontolás ideje következik. Szürreális módon híreket figyelünk a háborúról a médiában, ami itt pusztít hozzánk egészen közel a szomszédunkban, és megpróbálunk eligazodni az információk dzsungelében. És közben, a háttérre szorulva, alattamosan egy magát a hagyományostól eltérő és különnek tartó ideológia megtévesztő eszméi között vagy fölött kellene úrrá lennünk és tisztán látnunk. Komoly dolgok előtt állunk, és meg kell érteni, hogy mi történik az országunkkal, és hogy miért történik. A 48-as márciusi ifjak megértették. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, Petőfi így írta. Most csak egy kis hiba, egy rossz megítélés, egy kis heveskedés, és lehet, hogy pontosan ugyanez lesz a kérdés. Ám Magyarország ma egy szabad, független ország, amelynek biztos fundamentumát a márciusi ifjak önfeláldozó vére és az utánuk következő forradalmok és mártírok áldozata tesz rendíthetetlenné. Most egy világtörténelmi fordulóponton vagyunk. Álca nélkül feszül egymásnak két világrend. Globalista,
nemzetek felett álló elit az egyik oldalon. Nemzeti érzelműek sokossága a másikon. Egyik oldalon, akik hiszünk a nemzetállamokban, a család és a munka értékében, a nemzetállamokban. Velünk szemben azok, akik nyitott társadalmat, újfajta családokat, leértékelt munkát, alamizsna-szerű segélyeket ígérnek. És hamarosan döntenünk kell. Sajnos olyan időket élünk, amikor biztos értékrend hiányában minden igaz lehet, és estére annak az ellenkezője is. Mit tehetünk? Van egyáltalán olyan érték, olyan egyetemes érték, amihez tudunk viszonyítani? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy közelebb van, mint gondolnánk. Idézem a Szentírásból a Jelenések könyvének egy versét. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. És ez ennyire egyszerű, mint ahogy most felolvastam. Van évezredes keresztény értékrendünk. Van viszonyítási pont. Van biztos iránymutatás. És ráadásul ez, ami kultúránk alapja. Csak legyünk elég bátrak alkalmazni. Tanulnunk kell elődeinktől. Tanulnunk a történelmi tanulságokból. Ismerni kell. Tanulnunk kell mind elszántságot, mind pedig elhivatottságot. Tanulnunk kell a múlt bukásaiból, de tanulnunk kell a sikereiből is. Nekem meggyőződésem, hogy Magyarországnak és az itt élőknek a sok nehézség ellenére is biztos a jövője, és stabil a jövője. Érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni, érdemes ide családot alapítani. Jó a történelmi hőseinkre emlékezni, és jó magyarnak lenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mindannyiunk nevében megköszönöm Nagy Tamás képviselő úr emlékező szavait. Tisztelt ünneplő közösség, hallgassuk meg együtt Hatás Andrea előadó művész és tanítványai Takács Bogi és Kozma Regina az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc 174. évfordulójára emlékező A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely című ünnepi műsorát. Talpra magyar, híj a haza, itt az idő most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Magyarok istenére esküszünk. Istenére esküszünk. Esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk. Istenére esküszünk.
esküszünk, hogy rabok tovább, tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz. Megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez. Méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok. Rákentek a századok. Lemossuk a gyalázatot. A gyalázatot. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket, szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem. Ki mondja meg, mit áld az ég? Harag, káromlás volt elég. Gyűlöltünk, mint kuruc tatár. Bánkodtunk, mint a puszta vár. Ügyünk azért sikert nem ért. Pedig neked virulnod kell még óhon. Lelkünk kihalna hervadásodon. A gyűlöletnél jobba tett. Kezdjünk egy újabb életet. Legyen minden magyar utód különb ember, mint apja volt. Így áldozat mindig szabad, mert még neked virulnod kell óhon, vagy szégyen rögzik minden fiadon. Ezen a tájon, s itt ringatott az édesanyád, itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet. A nagy világon e kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, és itt volt mindig az otthonod. Kölcsei és Vörös Martin nyelvén szól az éneke. A nagy világon e kívül nincs máshol helye. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad. Ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majd a sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze rabigát, hunyadnak karjai. Szabadság,
itten hordozzák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája nagy világ, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság epedez százezerek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az emberek millióinak szemében gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál hantyával, ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, hant kell. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint. Bárcsak értenénk a múltint ő szavát, az égre vésett jelzést mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, de mindig tud, hogy áldott itt a föl, a hömpölygő folyó, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövőnk. Minden hozzá fűz, álma bennünk testet ölt, így lesz ez örökké. Mennyi érzelem és szenvedély, mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fel ne add, hogy élj. Nem a gyűlölet a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bár csak értenénk a múltint ő szavát, az égre vésett jelzést mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, de mindig tud, hogy áldott itt a föl, a hömpölygő folyó, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövőnk. Minden hozzá fűz, álma bennünk testet öl. És a gyermeket megkérdezni, miért vagy büszke rád, hogy miért szebbet állj bárminél. Tanítsd meg nekik holdkötőink énekét, hogy miért él bennünk a hűség, a síron túl is még. Bármi, de mindig tud, hogy áldott itt a föl, a hömpölygő folyó, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövőnk. Minden hozzá fűz, álma bennünk testet ölt, jöhet ezer új barát.
sose keres új hazát. A verseny nyílt, a nemzet él, ha egy jobb tagja sem henyél. Jut ember és kéz, munka, vér, mi volna az, mit el nem ér? S legyen dicsőbb, ki tetre főbb, mert még neked virulnod kell óhon, ragyogva hírben, büszkén, szabadon. Mit művészet, tudomány, csodásat üdvöst hagy nyomán. Adjuk meg-e hazának azt a hervadatlan szép tavaszt. Múlt és jövő így egyben ő, mert még neked virulnod kell óhon, fölül időn és minden sorsokon. Vagy nincs erőnk? Az nem lehet. Ártunk mi egymásnak eleget. Lesz költő, szónok és vezér, és tudomány, mely eget ér. De tisztelet a gúny helyett, mert még neked virulnod kell óhon, a szellemek kincsével gazdagon. Fut fárad a sok idegen, miért? Hogy tápja meglegyen. S mi tőlük várjuk a csodát, fölékesítnie hazát. E jog nekünk szent örökünk, és még neked virulnod kell óhon, vérünknek lángja ég oltárodon. Kié hon, ha nem miénk? Ha érte mindent megtevénk, ha tiszta kézzel áldozánk, s lettünk mi eddig nem valánk, nincs hatalom, mely visszanyom. És még neked virulnod kell óvon, mert Isten embervíraszt pártodon. Miért kérdezed, hogy mit tegyen, aki későn jött közénk, és sajnos már lélektelen? Miért kérdezed, hogy merre jár, aki evakultan indult el, s most új csodákra vár? Miért kérdezed, mi vár még rád? Tudod, hinni kell, hogy van remény, bár nincsenek csodák. Miért kérdezed, mi lesz a tét? A költő így felel rá, ha köztünk élne még. Szabadság! Semmi sem, szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, visz az út valami felé, ami nem volt még talán sosem.
Mindannyiunk nevében megköszönöm Hatás Andrea előadó művésznek és tanítványainak, Takács Boginak és Kozma Reginának ezt a felemelő hangvételű ünnepi műsorát. Tisztelt ünneplő közösség! Március 15-e Zircvárosa számára a fiatalok köszöntésével lett teljes 2003-tól. Zircvárosi önkormányzat az ifjúsági fórum javaslatára a város stratégiai és gazdasági programjaival összhangban az állandó zirci lakos középiskolás fiatalok számára tanulmányi ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy a tudás rangját kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje, és ezzel is erősítse a fiatalok városunkhoz való kötődését. Az ösztöndíj elnyerése érdekében a minimum 4,7-es tanulmányi átlagot elért középiskolás fiataloknak pályázatot kell benyújtani a város képviselőtestületéhez. A pályázatok elbírálását az Emberi Kapcsolatok Bizottsága átruházott hatáskörben végzi el. Az Emberi Kapcsolatok Bizottsága a 2022. február 23-i ülésének határozatai értelmében a város idei költségvetésében biztosított ösztöndíj alapból 27 középiskolást részesít 2022 első fél évében ösztöndíjban. Zircváros középiskolai tanulmányi ösztöndíjainak átadására tisztelettel felkérem Otto Péter polgármester urat és Hédli Evelint önkormányzati képviselőasszonyt, az Emberi Kapcsolatok Bizottságának alelnökét. 2022 első fél évének tanulmányi ösztöndíjasai: Ábrahám Gábor Zoltán, a Lovasi László Gimnázium 9/B osztályos 5-ös tanulmányi átlagú diákja. Berkes Mihály, a 3. Béla Gimnázium Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9/A osztályos 4,71-os tanulmányi átlagú diákja. Távollétében gratulálunk neki is. Bieber Cynthia, a 3. Béla Gimnázium Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 11/A osztályos 4,83-os tanulmányi átlagú diákja, ECDL vizsgával rendelkezünk. Gratulálunk szintén, és eljuttatjuk a díját. Bognár Tamara, a 3. Béla Gimnázium Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9/M osztályos 4,86-os tanulmányi átlagú diákja. Buda Tekla, a Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Győr 9/C osztályos 5-ös tanulmányi átlagú diákja. Donál Borbála Cseperke, a Lovasi László Gimnázium 9/NB osztályos 5-ös tanulmányi átlagú diákja. Dülk Botond, a Lovasi László Gimnázium 9/N osztályos 5-ös tanulmányi átlagú diákja, a díját édesanyja veszi át. Finta Zsuzsanna,
a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9/C osztályos 5-ös tanulmányi átlagú diákja. Gartner Johanna. A 3. Béla Gimnázium Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 12/A osztályos 4,75-os tanulmányú átlagú diákja. Gurdon László. A Pápai Szakképzési Centrum Reguliantal Szakképzőiskola és Kollégium KS12/1-es osztályos és 5-ös tanulmányi átlagú diákja. Gratulálunk a díjához. Hanik Fanni. A 3. Béla Gimnázium Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9/N osztályos 4,83-os tanulmányi átlagú diákja. Kondora Bernát. A Pápai Szakképzési Centrum Reguliantal Szakképző Iskola és Kollégium 3/11/1 osztályos 4,86-os tanulmányi átlagú diákja. Kovács Blanka. A Lovasi László Gimnázium 9/D osztályos 4,85-os tanulmányi átlagú diákja. Kovács Dorottya. A 3. Béla Gimnázium Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 12/A osztályos 4,75-os tanulmányi átlagú diákja komplex középfokú nyelvvizsgával rendelkezik német nyelvből. Testvére veszi át a díjét, Blanka, ismételten fáradj ki. Köszönjük. Kovács Kristóf. A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum 12/C osztályos 4,73-os tanulmányi átlagú diákja. C-típusú középfogó nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből. Majer Szabolcs. A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum 12/E osztályos 4,7-es tanulmányi átlagú diákja. Mógor Kitti. A Veszprémi Szakképzési Centrum Séf Vendéglátás Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 9/D osztályos 4,76-os tanulmányi átlagú diákja ECDL vizsgával rendelkezik. Diát édesanyja veszi át. Molnár Réka. A Lovasi László Gimnázium 9/B osztályos 4,71-os tanulmányi átlagú diákja. Gratulálunk távollétében is. Oláh Lili. A Lovasi László Gimnázium 12/C osztályos 5-ös tanulmányi átlagú diákja, komplex C1-es felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből. Édesanyja veszi át a díját. Palánkai Hanna Dóra. A székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9. osztályos 4,93-os tanulmányi átlagú diákja.
Palánkai Tünde Orsolya. A harmadik Béla gimnázium, művészeti szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola 10/A osztályos 4,85%-os tanulmányi átlagú diákja. Rátódi Ildikó Katalin. A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum 11/G osztályos 4,93%-os tanulmányi átlagú diákja. Sasvári Borka. A harmadik Béla gimnázium, művészeti szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola 9/N osztályos 5-ös tanulmányi átlagú diákja. Skobrák Vivien Anasztázia. A Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium Technikum és Általános Iskola 12/G osztályos 5-ös tanulmányi átlagú diákja B2-es komplex nyelvvizsgával rendelkezik német nyelvből. Sömjén Máté. A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum 12/C osztályos 4,9-es tanulmányi átlagú diákja, komplex B2-es angol középfokú nyelvvizsgával és ECDL vizsgával is rendelkezik. Udvari Enikő. A Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium Technikum és Általános Iskola 12/G osztályos 4,82-es század tanulmányi átlagú diákja C-típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik német nyelvből. Svajcs Luca. A Lovasi László Gimnázium 12/D osztályos 5-ös tanulmányi átlagú diákja komplex C1 típusú nyelvvizsgával rendelkezik német nyelvből. Természetesen az ő díját is így eljuttatjuk a távollétében, és gratulálunk neki is. Gratulálunk az ösztöndíjasoknak és valamennyi kiváló tanulmányi eredményű zirci fiatalnak, méltán büszkék rájuk szüleik, régi és mostani iskolájuk, és természetesen Zirc városa. Tisztelt ünneplő közösség, 1848-ban a piros szín az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt jelentette a magyarok számára. Nemzeti zászlónk kicsiny testvére a kokárda, amit minden március 15-én a szívünk fölé tűzünk. Mindkettő jelkép a magyar nép összetartozását hirdeti, a közös múltat, a közös jelent és a közös jövőt. Az országgyűlés 2015-től a magyar zászló és címer napjává minősítette március 16-át, mert a magyar nemzet összetartozását, a magyar nemzeti függetlenséget kifejező piros-fehér-zöld színű zászló és a címer a nemzeti kulturális örökség része, tiszteletük mindannyiunk közös felelőssége. Tisztelt ünneplő közösség, Zirc és térsége mai megemlékezéséről az együtt ülnepelni jó érzést vigyük haza a lelkünkben, a mai nap közös élményeként a hétköznapjainkra is. Az 1848-49-es polgári forradalomra és szabadságharcra emlékező városi ünnepséget szervező Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB köszönetét fejezi ki minden közreműködőnek és szervezőnek.
Kedves nézőink, adásunkat megismételjük szombaton 10, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Friss hírekkel, új információkkal egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra jövő hét pénteken.